Vendégem Benkő Vilmos, az MVM Tehetség, illetve az MVM Sikernapnak a fővédnöke, és hát ugye a tehetségekről szól leginkább ez a Sikernap, de hát akkor mondjuk el konkrétan, hogy mi is ez a Sikernap? Tavaly még azt hiszem a nyár közepén egy fiatal úriember hozott egy olyan döntést, nagyot álmodott, és úgy döntött, hogy szeretné idehozni Magyarországra Arnold Schwarzeneggert. Ez egy nagyobb falatnak bizonyult, mint amire eredetileg számított, és akkor olyan október-novemberben, vagy talán picivel hamarabb átkerült egy másik szervező csapatnak a kezébe, és ők akkor megújult erővel összerakták azt, ami szükségeltetett, hogy végül is Arnold ellátogathasson Magyarországra. Tehát kicsit tehetség, de inkább siker, tehát olyan ember az egész nap, ugye ez egy hosszú rendezvény, inkább arról szól, hogy közöttünk is élnek olyan emberek, akik leraktak már valamit az asztalra, nem csak külföldön kell keresni ilyen jellegű embert. Értem. Akkor ugye kik lesznek a vendégek? Lesznek ismert magyar zenészek, üzletemberek, sportolók, olyan emberek, akik már ugye a munkájukkal az elmúlt néhány év kemény munkájukkal elértek eredményeket. Magyarországon is, meg külföldön is. Ki szervezte ezt, vagy hogy hogyan jött ennek a szervezésnek, ahogy mondod, az ötlete, tehát hogy milyen ember, hiszen ha jól tudom, akkor jön Kemény Dénes is, és azért ő tényleg mondhatni azt, hogy sikeres ember, de hát azért meg annyi sikeres ember van még Magyarországon, akik ugye nem jönnek, tehát hogyan választották ki azokat az embereket? Ebben én központi szerepet nem játszottam, tehát gondolom, hogy közel játszott az is, hogy ki az, aki egyrészt szeretné adni a nevét ehhez a rendezvényhez, ki az, aki éppen ebben a adott pillanatban, vagy illetve ezen a napon egyáltalán ráért, tehát gondolom, hogy egy része nincsen Magyarországon, és ennek a kombinációja. Hát meg nyilván annyi idő nem áll rendelkezésre, hogy mindenkit egyenként meg lehessen keresni. Vasárnap délben, vagy 11 óra környékén kezdődik ez az esemény. Mi lesz a program? A nap során kezdődik, ugye délben, ahogy említette, kezdődik fellépés, a különböző csoportoknak fellépése, és ahogy megyünk este felé, tehát olyan fél nyolc felé, akkor a korona vendég, a Arnold Schwarzenegger fog színpadra lépni. Tehát az egész nap ilyen zene, sport, üzletemberekkel lesz tarkítva. Értem. Miért pont Arnold Schwarzenegger? Tehát egy nagyon híres személyiség, kormányzója is volt ugye Kalifornia államnak, színész is volt, ugye mi is ez pontosan testépítő ez az nevzőn jutott eszembe. Igen, tehát miért pont ráesett a választás? Ugye ő egy minden területen egy nagyon ismert valaki, tehát lehetett volna hozni mondjuk egy üzletember, de nem biztos, hogy olyan népszerű vagy annyira ismert. Tehát vannak neves üzletemberek Amerikában, akik nyilván abban a szegmensben sok ember által ismertek, de nem biztos, hogy meg lehet tölteni velük egy sportarénát. Itt 10-11 ezer férőhelyről van szó, tehát kellett egy olyan nevet szerezni, vagy elképzelni, aki képes megtölteni egyedül egy ilyen arénát, és ezért esett rá a választás. Hát például, ha üzletembert szeretett volna hozni, akkor Bill Gates-et is lehetett volna akár. Lehetett, csak valószínűleg egy Bill Gates-ből nem lehetne egy egész napot. Tehát Arnold Schwarzeneggernél ő részben üzletember, részben színész, részben politikus, tehát ő több szegmenst érintett. Mondjuk egy Bill Gates, mondjuk kettőt tudnék elképzelni, az egyik az üzlet, a másik meg a jótékonykodás. Nem biztos, hogy egy egész napos programot, meg lenne annyi idő mellette, hogy föl lehessen sorakoztatni a helyi sikeres embereket. Igen, mert hogy leginkább arra is kitér ez a sikernap, hogy a magyar tehetséggondozást hogyan művelik úgymond itt Magyarországon. Valóban, tehát én például egy tehetségnagykövet vagyok, tehát van egy szervezet, amely néhány évvel ezelőtt jött létre azzal a küldetéssel, hogy keressék meg azokat a fiatal magyarokat, akik úgy néz ki, hogy rendelkeznek azzal a kitartással, erővel, lendülettel, és segítsünk nekik egyengetni az útjukat, illetve mentori szerepeket betöltve, és több ilyen van, tehát van egy magazin is, ami ezt felkarolja minden évben, vagy tavaly is, meg az idén is, és akkor időt töltünk ezekkel a fiatalokkal, és megpróbálunk segíteni nekik szakmai kérdésekben, vagy egy olyan készségnek az átadásában, ami fontos lehet a későbbi életük során.
Ez csak sportolókra nézve, vagy ilyen tudományos tehetségeket is tudományos is, tehát sok talpra esett, ügyes, több nyelven beszélő magyar fiatal van, és ezeket az embereket fel kell készíteni, mert az ő életük egy nemzetközi versenyről fog szólni, és igazán ma komoly eredményeket már csak úgy lehet elérni a világban, ha az ember hajlandó és képes kilépni az ország határán kívül. Értem, és akkor hogyan működik egy ilyen tehetséggondozás? Tehát ez a felkarolás, ez a segítség, ennek mi a módja? Hát elmondom akkor én konkrétan, hogy én mit csinálok, hogy nekem a szenvedélyem a retorika, tehát én sokaknak segítek abban, hogy tudjanak nyilvánosság előtt egy beszédet mondani, akár magyar, de inkább angol nyelven. Van egy képzés, ami 4 hónap hosszáig, vagy tehát 4 hónapig tart, és ezek a fiatalok, például tavaly novemberben volt, került színpadra 9 fiatal, abban volt 3 ilyen kiválasztott tehetség, és ezek a fiatal emberek végigcsinálták ezt a 4 hónapot, ott voltak szinte minden alkalommal, és tényleg lehetett látni azt, hogy oda tették magukat, érdeklődnek felőle, és nagyon komoly munkát végeztek el, és a végén egy kiváló beszédet mondtak egytől egyik színpadról. Ez egy kicsit kapcsolódik az arisztotelészi retorika szempontjaihoz is, vagy szempontokhoz is? Igen, tehát nem prezentáció, tehát én vannak sokan, akik ugye diavetítéssel, stb. Ez kifejezetten retorika, ez azt jelenti, hogy se papír, semmi, tehát egy szívből jövő beszédet mondanak el. Na hát ez akár nekem is jó lenne, mint műsorvezető, vagy valami ilyesmi. Én úgy érzem, hogy mivel ennek van egy nagy ajándéka, és az, hogy az önbizalmát növeli annak az illetőnek, aki ezt végigcsinálja, ilyen szempontból azt mondom, hogy majdnem mindenkire ráférne egy picit. Persze, igen. Főleg azokra, ugye, akik kiállnak a színpadra, vagy akár ilyen tevékenységet végeznek, mint én, vagy akár, mit tudom, például ügyvédek. De ön ezt hogyan látja, hogy Magyarországon milyen tehetségekből van inkább? Tehát inkább úgymond tudományos, vagy sport? Azt mondom, mind a kettő, és valószínűleg nem vagyok annyira közel hozzá, hogy ezt pontosan meg tudjam ítélni, de én azt látom, hogy inkább tudományos. Tehát ugye a magyar fiatal nagyon ért egy részen, nagyon ért a matematikához, nagyon ért a fizikához, tehát az ilyen reáltantárgyakhoz, és ezeké a jövő. Tehát ma már egy hozzáállás, egy pozitív hozzáállás, az nagyon fontos, de olyan szinten fejlesztenek nanotechnológiában, szintetikus biológiában, tehát olyan szinten fejlesztenek dolgokat emberek, hogy ide ezen a területen nagyon komoly tudással kell bírniuk. És én azt látom, hogy a magyar fiatalok egy része ennek teljesen megfelel. Mennyire elégedett ezek ellenére, vagy ezek mellett a magyar tehetséggondozással? Én azt mondom, hogy ez az ország jól csinálja jelen pillanatban, tehát annyi ember van bevonva üzleti szférából, ugye a sportból, tehát sokan oda teszik magukat, és általában úgy teszik oda magukat, hogy ezért nem kérnek pénzt. Tehát van egy ilyen küldetéstudat, vagy egy szeretnék valamit adni a társadalomnak, visszaadni a társadalomnak, és ezek az emberek a saját idejükből, meg energiájukból mindenféle ellenszolgáltatás nélkül segítenek a fiataloknak. Van azért olyan, amiben utol kéne, vagy utol lehetne érnünk a külföldi országokat ilyen szempontból? Igen, az első a nyelvtudás lenne. Tehát ez egy sajnálatos dolog, tehát lehet vitatkozni azon, hogy miért nem beszél több ember, most butaságot fogok mondani, magyar határon kívül magyarul, de a tény is való, hogy meg kell tanulni, és nem kicsit, tehát meg kell tanulni rendesen angolul. Mert a világnak... Csak angolul? Hát én azt mondom, hogy elsősorban, tehát a kínaiak is ugye azt szokták mondani visszesen, hogy a legtöbb angolul beszélő ember már nem az Egyesült Államokban van, hanem Kínában. Tehát az irodalomnak, mármint a tudományos irodalomnak egy jelentős része angol nyelven íródik, és lehet, hogy előbb-utóbb ezt fogják fordítani a helyi nyelvre, de ha a forrásból akarok merítkezni, és a kiadáshoz számított leghamarabb időpontban, akkor nekem meg kell tanulni angolul. Hát meg így kiköszöbölhetjük akár a fordítási hibákat is. Így van. Nem mellőlegesen. Európában azért mennyire lényeges az, hogy angolul beszéljünk, és tehetségesek is legyünk, tehát ez a kettő együtt. Mennyire fontos, hogy ez a kettő együtt érvényesüljön?
Nagyon, nagyon. Tehát lehet látni, hogy Európában már alig lehet elmenni egy olyan helyre, ahol a németek, az angol, a olaszok, a franciák, fiatalok, tehát nem az idősek, jól beszélnek angolul. Meg lehet nézni az Egyesült Államokban, azok a nagyvállalatok, amelyek az elmúlt 15-20 év során jöttek létre, annak a vezérkarjaiban van mindenféle külföldi ember, de egy biztos, hogy mindegyik kiválóan beszél angolul. És egyből megvolt neki az a szükséges önbizalma ahhoz, hogy egy befogadó, egy külföldi számára külföldi befogadó országban jól érezze magát és tudjon alkotni. Értem. Még egy utolsó gyors kérdés, hogy ön mit gondol, hogy a tehetségnek mik az alapjai? Tehát a szorgalom, az, hogy valaki már alapból tehetségesen születik, vagy mi ennek az ismérve, úgymond? Hát a szorgalom nyilván, tehát, de azért belül érezni kell azt, hogy én ezt szeretném. Tehát ugye azért nem mindegy, hogy a szülő gondolja, hogy a gyerek valamiben tehetséges, és ő szeretné, hogy elérjen valamit azon a területen, vagy a gyerek önszántából oda tudja tenni magát. És sokszor az a helyzet, hogy nem tudjuk az elején, tehát ki kell próbálni több dolgot, lehet, hogy a zongorához fogok érteni, vagy illetve szívesen zongorázni, vagy lehet, hogy később megtanulok fuvolázni. Tehát van egy olyan periódus, ahol bele kell kóstolni több mindenbe, és ahogy kezd érni a fiatalember, úgy eldöntheti magának, hogy mi az, ami közel áll a szívéhez. De nagyon-nagyon fontos a szorgalom. Rendben, hát köszönjük szépen. Én köszönöm a lehetőséget.